készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Soros és párhuzamos kapcsolású rugók. Ha két ugyanolyan rugó állandójú rugót sorosan vagy párhuzamosan kötünk, akkor az eredő rugó állandó megváltozik. Ha D-vel jelöljük mindkét rugó rugó állandóját külön-külön, akkor párhuzamosan kapcsolva a rugókat, a rugó állandó 2D lesz. Ezt kimérhetjük úgy, hogy ugyanazt a súlyt először egy rugóra, majd a két rugóra függesztjük fel, és nézzük a rugó megnyúlását. Ha pontos mérést szeretnénk végezni, akkor a rezgés idejét kell megmérnünk. 10 rezgés időt fogok mérni, hogy pontosabb legyen az időmérés. Kitérítem a testet egyensúlyi helyzetéből, majd az alsó egyensúlyi helyzetnél megnyomom a stopperórát. Egy rugóra akasztva, megmérve a testrezgés idejét, tíz másodpercet mérünk a 10 rezgés idejére, tehát akkor a rezgésidő 1 másodperc. Ha két rugón együttesen rezeg a test, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akkor a rezgés idő 7 másodperc. Nézzük, mennyi lesz a rezgés idő sorosan kapcsolt rugók esetén. Ha számolással határozzuk meg a sorba kapcsolt rugók rugó állandóját, akkor azt tapasztaljuk, hogy az éppen fele lesz egyenként a rugók rugó állandójának. Kitérítem a rugót egyensúlyi helyzetéből. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ebben az esetben a 10 rezgés ideje 14,1 másodperc volt, tehát akkor a rezgés idő 1,41 másodperc. Készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!